Sziasztok! Ez itt a Hitchcock Challenge, megnézzük a mester összes filmjét. Ma pedig megtudjuk, hogy Tarantino mit lopott Hitchcocktól. Jöjjön a spoiler! Jaj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 
Alfa, hívjátok őket. Áramszünet Londonban. Még a metró is megáll. Az erőműben az akik fejtik, mi történt. Sabotage. Who did it? Na vajon ki? A népek nevetgélnek, jól el vannak, kivéve a mozi előtt. We got our money back. Közben az előbbi pasas besunyizik, és a vászon melletti ajtón hazamegy lefeküdni. Ő Verloc, a titkos főgonosz. Befut a felesége Verlocné, hogy para van a pénztárnál. A mozi előtt fűti a nézőket a szomszéd zöldséges Ted. Mielőtt kitörne a balhé, visszajön az áram, minden oké. Okay. A konyhában szerencsétlenkedik Verlocné öccse, aki Desmond Tester játszik. A Humor Herald Hitchcock végig Testikőnek hívta, azaz Herének. Here! 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 Jön a vacsi. Here szerzett hozzá káposztát Tedtől, aki lecsekkolja Verlocot, és elhúz a Scotland Yardhoz jelenteni. Ugyanis ő egy fedett nyomozó. Másnap Verloc elindul az állatkertbe, egy zsaru követi. Találkozik a tartótisztjével, aki új feladatot ad, robbantsa fel a Piccadilly Circust. Ted kajálni viszi Verlocnét és a kis Herét, csapja a szelet, de valójában infót gyűjt. Aha. Verloc ez alatt beugrik egy madárboltos csávóhoz, aki igazából bombákat gyárt. Aztán áthívja pár haverját, hogy kitalálják, kirobbantja fel. Ted már megint szimatol, a szuperdetektív szupergagyi, a szabotőröknek leesik, hogy valami nem kóser, eltiplizik az összes. Megjön a kalitka a madaras fickótól, benne a csomag, ami 3/4-2-kor robban. Közben Ted puhítja Verlocnét, Verloc meg nem tud miattuk lelépni. Ekkor jön a szuper ötlet, hogy megkérje a Harryt. A kis Here megindul, de pont majál is van a városban, és őt szúrja ki egy figura, hogy demózza rajta a fogkrémét. Lépne tovább, de le van zárva az út, mert felvonul a Lord Major és csapata. Végül buszra száll, jön a film csúcspontja, ketyegnek az órák, áll a forgalom, aranyos a kutya! Felrobbant a Here, amitől Verlocné mindig elájul. Verloc finom szavakkal, érzékeny hangon nyugtatja. You'll have to pull yourself together, my girl. Verlocné inkább mesét néz a moziban. Aztán csak visszamegy, hogy a híres vacsora jelenet végén leszúrja az embert. Befut Ted, aki erre a pillanatra időzítette, hogy szerelmet valljon. Aztán csak leesik neki, hogy valami nem stimmel, a hullát meglátva evakuálja Verlocnét. The train leaves at 9. A madárboltos csávó elindul a moziba, hogy eltüntesse a madárketrecet, a rendőrök követik, amit kiszúr Verlocné, gondolja feladja magát. Szerencsére senkit nem érdekel, mert a madaras fickó bombával fenyegetőzik. Kizavarják a nézőket, Verlocné épp bevallja, hogy a férje halott, amikor felrobban a mozi. He's dead. Verloc cafatokban, a helyi pintér meg filózik, hogy a nő honnan tudta előre a férje halálát. But she said it before. Was it after? Ja, és persze a szomorú vég, Ted és Verlocné összejönnek. Egy ilyen film után mi az első dolog, ami minden normális embernek eszébe jut? Hát megnézni a 37-es Harrison's Reports-ot, hogy mit ír róla. Talán nem való gyerekeknek, felnőtteknek jó, másodosztályú. Hát ezt a firkást biztosan nem hívta meg Hitchcock a Simpsonsba, ahol a kollégáit viszont rendszeresen vendégül látta. Abban a Simpsonsba, ahova Ted is viszi Verlocnéjékat, és abban a Simpsonsba, aminek a főpincére saját magát játsza a filmben. Ő Charlie Brown, és sajnos a forgatás után pár héttel meghalt, viszont akkora nagy figura volt, hogy 40 évvel később is rajta volt még az étlapon. Hitchcock persze nem volt elégedett, pár jól sikerült jeleneten túl zavaros lett az egész film, szerintem túl szigorú önmagával. Mondjuk azt én sem értettem, hogy a madárboltos csávó hogyan robbantotta föl a mozit, amikor csak átugrott megnézni, hogy mi a stájsz, mindig volt nála egy tartalékbomba. Volt.
A film Joseph Conrad regényéből készült, amiben a bombás csávónál mindig van bomba. Megtörtént eset alapján írta, tényleg volt egy figura, aki fölrobbantotta magát tök véletlenül, miközben egy anarchista terrortámadásra készült. A regénynek Titkos ügynök a címe, ami pont megegyezik Hitchcock előző filmjének a címével, így változtatni kellett. A rejtett hatalom néven jelentették be, aztán a Hozzámentem egy gyilkoshoz rakeresztelték át, de az nem tetszett a mesternek, így lett Szabotázs az angoloknál. Amerikában a Magányos nőként mutatták be, a franciáknál viszont mégis Titkos ügynök lett a neve, mert ott az előző filmje a Négy kém címen futott, aztán újra forgalmazták, de már nem foglalkoztak Hitchcockkal, és a Hozzámentem egy gyilkoshoz nyert. Évekkel később Hitchcock leforgatta a Szabotőrt, ami már majdnem Szabotázs. Nehéz erről a filmről beszélgetni, az első akadály, hogy eltaláld a nevét. A könyv egy elég pesszimista olvasmány, a legnagyobb különbség, hogy Verlokné nem lesz öngyi a sztori végén, hanem lepattan Londonból. A könyvbeli Verlok az egy pornóboltot futtat, míg a filmbeli Verloknak meg mozia van a Temze túlpartján, ahol néha pornót vetít. You must have been showing some funny sort of films, I dare say. És itt kezdődik Hitchcock lubickolása, nem a pornóban, hanem a mozi témában. Bemutatja a 30-as évek filmszínházainak a világát, milyennek a nézők, milyen filmeket vetítenek, hogyan terjesztik azokat, mi van a vászon mögött, szinte csak a vetítőgép és a gépész hiányzik. És ezt pótolta be Tarantino. A Becstelen brigantik a Szabotás testvérfilmje. Ugyanabban az időszakban játszódik, az egyik főszereplő mozitulajdonos, belátunk a vászon mögé abban is, de megismerjük a gépészt, és látjuk, hogy hogy kell befűzni a filmet. A Nitro filmet, ami extrém gyúlékony. És ezt hogy mutatja meg Tarantino? Egy szabotásból vett részlettel. You couldn't even bring a reel onto a streetcar. Hey, you can't bring those there in a public vehicle. They're films, ain't they? Yes. Ahogy a Szabotásban, ugye a Brigantikban is meghal egy szereplő, akire nem számítottál, hogy meghalhat. Hosszú ideig nézünk mindkét filmben egy másik filmet a vásznon, és a végén mind a kettőben leég a mozi. Tarantino már a Ponyvaregényt is úgy kezdte, mint Hitchcock a Szabotást. Egy szótár részlettel. És amikor a Bruce Willishez beszélő Marcellus Wallace tarkóját nézzük percekig, az nem csak Jean-Luc Godard híres beállítását idézi, ahogy mindenhol írják, hanem a Szabotázs állatkertes jelenetét is, amin Hitchcock a francia újhullámosok előtt már 25 évvel túl volt. Nagyon sok mozibolond rendező van, például Tarantino, például Hitchcock, és a Szabotázs tele is van pakolva mindenféle létező meg nem létező filmekből részletekkel, fényképekkel, plakátokkal, zombis reklámmal, vagy utalásokkal, amire már esélyünk sincs, hogy megértsük. Look out, George Arliss doesn't bite your sleeve. Look out, George Arliss, George Arliss, George Arliss. Persze a toppos idézet az annyira komoly, hogy a főcímben egy külön tábla van neki szentelve. Verlokné, amikor megtudja, hogy szegény öccse felrobbant, kicsit kikészül, úgyhogy beül a moziba pár gyerekkel és megnézik a Kiölte meg Cock Robint, ami szintén egy halálesetről szól, és a benne szereplő állatok mindegy egy kortárs hollywoodi sztárról lettek mintázva. A Szabotásból csak rádiójáték feldolgozás készült, de a Titkos ügynökből, a regényből számtalan filmadaptáció, az egyik az annyira parádés szereposztás, hogy benne van Christian Bale, Patricia Arquette, Gérard Depardieu és Robin Williams is, akit valamiért nem írtak ki. A Szabotázs is sztárparádénak indult, de semmi nem jött össze. Hitchcock szerette volna, és a ChatGPT szerint úgy is történt, hogy Verlokot Peter Lorre játsza, de ő addigra már Amerikában nyomult, Tedet Robert Donátnak szánta a 39 lépcsőfokból, de szegénynek tüdőbaja volt, és Korda Sándor se engedte. Még a Kis Herére is másik jelöltje volt, de az meg fiatal volt, és a törvény nem engedte. Sylvia Sidney volt az egyetlen fix pont, elkezdték a munkát, és kiderült, hogy a legenda szerint Sylvia mindig az elejétől a végig akarta fölvenni a jeleneteket, Hitchcock meg kis részletekben gondolkodott. Aztán eljött a késelés napja. I did all her close-ups and said, look here, look there, look down, look across, move around. Sylvia sírógörcsöt kapott, felment a producerekhez panaszkodni, hogy a rendező már órák óta csak azt veszi, hogy ő a kezét nézi. Úgyhogy mivel ő a sztár és többet keres, mint Hitchcock, ezért lesznek szívesek rászólni a rendezőre. Ez a legenda, amit nagyon sok ember fényesített nagyon sokáig, és 98-ban szembesítették vele Sylviát. I loved working with Hitchcock. Why? Why was he so... Because he was a good director.
Ezt a jelenetet szokták a pszichózuhany jelenetének az előfutáraként emlegetni, de Hitchcock szerint ez két full külön kategória. A zuhany jelenet az egy montázs, ahol különböző részletekből összerakjuk, hogy egy mesztelen nőt leszúrt valaki. A szabotás vacsora jelenete pedig a tiszta mozi élmény. Arc, kéz, arc, arc, és megértjük, hogy mire gondol, meg akarja ölni. Nem kell érzelem, nem kell játszania a színésznek, elég, ha látjuk a fejét. Hitchcock ezt úgy mondta, a kamerám mindenható. Még mielőtt rendező lett, úgy ismerkedett meg Caroline Lejeune-nel, aki az első női filmkritikus lett Londonba. Caroline támogatta, szerette Hitchcockot, de ez már neki is sok volt, hogy megölt egy kisgyereket és egy kiskutyát. A woman critic came up with both raised fists and said, how dare you do a thing like that? Even a hard-boiled critic was taken away with the whole thing. I'd made the mistake in not relieving them at the end of the suspense. Van pár vizuális bombon az ínyenceknek, amikor Verloc elképzeli, hogy a Piccadilly felrobban, azt még Ben Stiller is idézi a külön vállásban. Ez a snitta becsillanással gyönyörű, néma filmes top trükkből tudjuk meg, hogy Verlocnél romon van, és amikor azt hiszi, hogy a kis here jön szembe az utcán, de mégse, azt a megoldást Hitchcock később a Vertigóban újra használja, Kim Novákkal és James Stewarttal. A montázs a robbanásig vezető úton fantörpikus, az utcai órák, a csomag és a kis here arca. Aki megszámolja, hogy hányszor mutat csomag közelít Hitchcock, az kap egy csokit. Itt a Hitchcock, hol a Hitchcock? Több forrás szerint is ez a fickó itt Hitchcock. Szerintem hiába keressük a mestert, cserébe a lánya és a felesége több snittet is kapott. A Lord Major felvonuláson játszanak nézelődőket. A jelenetet egy hatalmas fotó háttér előtt vették föl, kényelmesebben tudják mozgatni a tömeget. Bezzeg Bridget Jonesnak nem ment ilyen jól, ők odaavászkodtak az eredeti helyszínre a legfelsőbb bírósághoz. A mozi környékét is külső stúdióba vették föl, rengeteg pénzt elköltöttek a díszletre. Hitchcock ragaszkodott hozzá, hogy villamos is menjen az utcán, persze némán, úgyhogy lejtősre építették a sineket, hogy csak le kelljen gurítani rajta. A filmet Brazíliában betiltották, mert veszélyesnek tartották a közrendre. Ugyan nem közkincs, de fönt van rongyállapotban a YouTube-on, úgyhogy végül is közkincs. És most jöjjön a kedvenc snittem a nézőtérről, amihez hasonlót eddig csak az Irigy Hónaim Irigy Ránzdal fesztiválján láttam. Lájkoljatok, iratkozzatok föl, vagy nézzetek további videókat a csatornáról. A következő film a fiatal és ártatlan lesz, amit én még nem láttam, de a feleségem már igen. Szívem, milyen volt? Megnézhető a YouTube-on, majd megtudod.